Sziasztok, köszöntünk mindenkit, itt vagyunk újra hétköznapig Marcellóval és Zsidével és velem Benszel, és itt vagyunk, megbeszéljük most a The Batman-t, a Robert Pattinsonnal. Egy nagyon hányatotott sorsú production volt, mert ugye elméletileg a Ben Affleckkel képzelték el, de a Ben Affleck túlságosan mélyére nyúlt a pohárnak, és a lelki világában előterve, hát rossz élmények voltak a Justice League után, úgyhogy ebből kiszállt teljes mértékben. A Matt Reeves a Majmok bolygója trilógiának a föltámasztója, vagy annak az egésznek az újra vizionálója, nagyon nagy sikerre vitte ezt a trilógiát, megkapta ezt a munkát, megírta a forgatókönyvet, becastingolta a Robert Pattinsont, újra kezdte nulláról az egészet, és most épül ez a Batman univerz a DC-n belül, úgyhogy ebből most megkaptuk ezt a közel 3 órás 2:55 stáblistával együtt filmet, erről fogunk most beszélgetni. Baromi hosszú volt. Úristen, very big. Jézusom! Én nem ritkán érzek most már ilyen nagy epic filmeknél hosszúságot, mert általában úgy el vagyok velük, meg minden, de ennél a filmnél valahogy úgy éreztem, hogy itt lehetett volna rövidebb is. That's what she said. Ez a nagyon nyújtott jelenetek, nagyon lassú mozdulatok, lassú nézések, lassú odamondások. Volt a moziban egy csaj, aki mögöttünk, amikor a végén már ment a Riddlernek a szobájában a Batman, és próbálta felfedezni a dolgokat, lépett 2-3-4-et, a csaj mögöttünk, menj már gyorsabban! Szóval ilyenek voltak, jó, de ez a parasság a moziban. Hogyan ne legyél paraszt a moziban? Én nekem az első benyomásom a film, ez egyébként stilizáltan baromi jól nézett ki, de itt a hosszúság az kicsit megérdemeletlen volt, vagy hogy mondjam ezt szépen. Hosszúság az nem volt a legjobb, én úgy gondolom. Tényleg 25 percet, amúgy szerintem is már kukába vágtam volna, főleg az utolsó nagy final battle az ilyen, nekem az ilyen feltétlenül nem volt annyira szükséges, vagy nem tudom. Aki még esetleg úgy gondolja, hogy ez Robert Pattinson, az nagyon téved, mert igazából már az Emlékezz rámban már lemosta magáról a vámpírfiút. Pattinsonnak sikerült ezt már rögtön az első filmjével kb. Lemosni magáról, és azóta csak jókat csinál, és amúgy ebbe is tök jó volt. Igaz, összesen óránként 10 mondatot nyomott az egész filmben, szóval 30 mondata volt összesen. Az én fejemben nagyon sok szám van. Akarja, hogy számoljunk együtt? 2×3, 6. Hát ameddig a Nolannek a Batman a talajon van, addig a Robert Pattinson meg a Matt Reeves féle Batman az már olyan szinten bele van ivódva a betonba, hogy meg kb. Térdig van benne. Szóval tényleg nagyon-nagyon-nagyon közel van hozzánk, nagyon hihető az egész. Riddle-t nagyon vártam már, én már évek óta, nekem ő a best Batman főgonosz, és én nagyon-nagyon adom, hogy Paul Dano egy ilyen beteg pszichopata színész játszott el. Mint mindig. Kicsit néha a Maszkban a hangja ilyen Bane-es volt. I'm here to fulfill Ra's al Ghul's destiny! Zoe Kravitzet nem szerettem meg. Még mindig rohadtul irritált a csaj, Macskanőtint is rohadtul irritált. Egy dolog volt, ami szimpatikus volt, hogy Injustice-os verekedés formát nyomott végre, macskanős volt a bunyó. Tényleg csak lábbal, ugrabugra, földönpörgés, de nem, Zoe Kravitzet nem szeretném. Annyira nem, a kémiát se éreztem köztük, és lehet, hogy azért, mert egyszerűen Zoe Kravitz ellenes vagyok, de én azt tudom, hogy ebbe a filmbe kicsit meg fogom kedvelni, de nem kedveltem meg. Még mindig azt kell mondanom, hogy amikor megtudtam informátoraimtól, hogy Ana de Armas is lehetősége lehetett volna erre a szerepre. Lehet jobban kíváncsi lettem volna rá, hogy ő mondjuk miért ad, mert nekem valahogy őszeinak állosabb így kinézetre. Nekem nagyon tetszett a Batman, olyan volt, mintha egy képregényt olvasnék, nagyon adtam. A narráció az elején végre valaki narrálta a belső gondolatait, végre naplót írt, végre nyomozott, végre kontaktlencsében rögzítette a dolgokat, nagyon képregényhű volt, nagyon imádtam, és a szék szélén ültem és vártam, hogy mi lesz a történetnek a végkifejlete. Mondtad a Dark Knight-osat, hogy ez még földhöz ragadtabb. Nekem olyan fura volt, mert ez a film tényleg így, akárcsak mondjuk, ha a Pókembernél beszéltünk arról, hogy próbálja ötvözni a régi pókembereket, éreztem ebben a filmben egy ilyen a régi Batman-es, a Tim Burton-es Batman-es stilizációt, éreztem a Dark Knight-os realitást, éreztem a Ben Affleck-es sötétséget, ezt az ilyen gridibb hangulatot, tehát hogy mind a három, meg egy kicsit így az Arkham játékoknak, meg akár a Mortal Kombat-os DC-s játékoknak az ilyen kombatját is, tehát hogy így ötvözött mindent, és ami nekem is nagyon tetszett ebben, hogy a világítás, vagy a fényjátékok azok baromi jók voltak, mert itt tényleg a sötétségre, hogyha ráment, akkor az nagyon ráment a sötétségre, és az egyetlen ilyen fény kis forrásaink azok így kb. A legmeghatározottabbak voltak a felvételen, és akár ugye a kocsis jelenet, az üldözés, akár a diszkóban lévő jelenetek, tehát hogy Tehát, hogy folyamatosan brutál ilyen villogások és nagyon szép ilyen árnyékolások voltak. Tudod, nem éreztem, hogy ilyen új lenne valami. Volt egy-két újdonság benne, hogy mondjuk tényleg végesett az eső. Az egyetlen egy napos jelent, az egy napfelkelte volt. Szóval nem volt benne kb. Fény, meg nap, meg semmi. Bruce Wayne az rohadt depresszív, az egész csávó is így. Valahogy így nem tudom összerakni, hogy így, ugye, és pont azért, mert nem szabadna összehasonlítani a régi Batmanekkel, de valamilyen tényleg muszáj, mert láttuk őket, de hogy ott ugye inkább a végén, hogy a gyerekként depresszív, majd amikor már öreg, akkor depresszív. De amikor ilyen most, nem tudom, ilyen 20-tól, nem 30. tudom, 30-tól mondjuk, nem tudom, 45 éves koráig, vagy 40 éves koráig, ott az a 10 év, az mondjuk olyan, hogy ott azért küzd, el van, ő egy playboy csávót játszik ugye Bruce Wayne-ként, és itt most fura, hogy ő egy ilyen depresszív, ilyen mindjárt felvágom az eremet, Kurt Cobain barna hajjal vagyok. De ez ki is mondott, azt hiszem valamelyik interjúban mind a rendező, mind a Pattinson, vagy valamelyik kimondta, hogy az inspiráció az kicsit onnan van, a Cobaini vonal. Na, érződik. De hogy ilyen fura volt most ezt látni, hogy 2 éve Batman, már 29-30 éves, nem tudom mennyi, és még mindig ilyen depresszív a csávó. De legalább ügyetlenebb volt, mint mondjuk egy fejlettebb, vagy egy ilyen idősebb Batman, viszont ez igen lehet, hogy negatívum is, mert ettől kicsit egydimenziósabbá válik a karakter, mert mondjuk mint a másik Batmaneknél ott van egy ilyen, ez a playboy verzió, meg ez a csajozós, meg ez az üzletember, meg a nem tudom, a másik oldala, a nappali oldala, de így meg csak a sötétsége, móság és fájdalom és lassú beszélgetések, és nagyon-nagyon szomorú. Hello, darkness, my old friend. Amúgy meglepően Andy Serkis-féle Alfred az nekem tökre feküdt. Jeffrey Wright. Gordonja tök menő volt. Csak Zoe Kravitz-el volt problémám, de vele szerintem örökké az lesz. Falcon, Transformers csávó, nem tudom, John Turturro. Imádom. Igen, nagyon jó. Nagyon jó volt. Jó, mondjam, te is nem is tudtam, hogy benne lesz nem tudtam, hogy benne lesz a Falcon. És nem tudtam, hogy ő fog játszani. És azért tök jó, hogy betették a Maroni, meg a Falcon szávot inkább, ugye a Maronira is folyamatosan vetítettek, hogy így ez még jobban föltözdagadtát teszi, mert hogy tényleg mafiózókról beszélünk. Amúgy kifejezetten jó mondjuk a filmben az, hogy nincs annyi high-tech kütyüje, nagyon minimális a kütyű. Még nem úgy bunyózik, mint ahogy így mondjuk bunyózik, szóval nem, ugye az Alfred tanította meg bunyózni, szóval nincs még ilyen League of Shadow, meg ilyen egyebek. Ez amúgy nagyon fasz, meg az, hogy a Batmobile is egy izomautó igazából. Szóval nem egy ilyen high-tech kütyű, hanem tényleg egy ilyen, nem tudom, 3-4 autóból fekete piacon összerakott alkatrészekből csinálta meg, és tényleg egy izomautó. A Batmobileból többet szerettem volna, úgyhogy Matt Reeves létszik, a Batmobileból többet kérnék. Give the people what they want. Easter egg? Nagyon sok van. Nézzük meg. Először vegyük át azokat a képregényeket, ahol inspirálódott a film. Hosszú Halloween, a mafiózó vonal az ott kerül kibontakozásra. Batman Föld 1 alternatív univerzumban játszódó történetben van. Például ez a típusú Alfred, ez a kecske, nem kecske, körszakállas Alfred, aki ilyen keményen, meg azt hiszem ott is sánta, meg a K.O. Hogy van magyarul? Nem beszélek magyar. Ami a fején van. Nem csisak. Maszk. Csukja, maszk, valami az egy az egyben a Batman Föld 1-ből inspirálódott, ezzel az orral, meg mindent, tehát ez nagyon tetszett. A ruhája szerintem az Arkham játékokból inspirálódott. Az egész az, hogy a Riddler ellen megy, és hogy ezt meghúzza a végén a Riddler, ez nagyon hasonlít a Batman 0. évhez, amiben is ugye visszaküldi Gothamet a sötét középkorba azzal, hogy elvágja az áramot, a Riddler, azt hiszem, és akkor ott teljes marshallal van, meg fejvesztettség van Gothamben, meg minden, úgyhogy hát ha még abból fogunk majd látni a folytatásban. Megjelenik, amikor a Wayne családról látjuk a videót, ott megjelenik, hogy Hush. Ő egy ikonikus Batman főgonosz, Hush, egyik kedvenc történetem a Batman Hush. Szintén Gothami arisztokrata családnak a fia, aki megöli a szüleit, mert olyan életet akar, mint ami a Bruce Wayne-nek van, meg mindent el akar lopni a Bruce Wayne-től, meg teljesen megszállottja lesz a Bruce Wayne-nek, hogyha ebbe az irányba megyünk tovább, akkor azt is nagyon támogatni fogom, mert egy nagyon jó képregényes történet. És a végén bead magának egy zöld színű löttyöt, ami akár azt is mondhatjuk, hogy adrenalin, hogy úgy felspanolja magát a végső csatába, de én szerintem az a méregnek valami kezdetleges verziója, a Venomnak, amit meg a Bane szokott folyamatosan magába nyomni a képregényekbe, úgyhogy még ott is lehet 1960-as sorozat, abban van valami Shakespeare szobor, amivel azt ott nyomja meg a gombot, és akkor úgy mennek le a Batcave-be. És itt is van egy Shakespeare szobor a Wayne Manorba, és ott van, és akkor ott most az a nagy kérdés, hogy olyan az egy gomb, és ugyanúgy lemész a Batcave-be? Nem tudom, nekem más nem volt, ami úgy feltűnt volna, mint easter egg, bármi, ugye a lore-ra. Nekem talán egy dolog, hogy a macskanőnek a zenéjénél éreztem ilyen a Tim Burton-es macskanős felsipítozós hangokat így a hegedűben. Lehet, hogy utalás volt egy picit így arra a macskanőre, mert arra hajazott jobban, amit a Michelle Pfeiffer alakított még annó, és ez nagyon szerettem azt a macskanőt. Miau. Közben eszembe jutott, ugye van egy pingvinünk, aki teljesen aki a Colin Farrell. Vedd már észre, hogy beszélsz. Teljesen elveszik a szerepbe ugye a masztól, de nem is ezt akartam mondani, hanem van nekünk az Iceberg Lounge nevezetű szórakozóhelyünk, ami ugye a pingvinnek a szórakozóhelye, és végre megláthattuk kimondva, szóval minden. Ők a képregényekben úgy ábrázolják, hogy egy külön kis szigeten van, amit ilyen jégcsapos dizájnban van. Ja, az is megjelenik, mint ikonikus helyszín. Van még egy easter egg, valamelyik talán borítékon volt, vagy valahol amikor olyan borítékokat kap ugye a Batman, és egy ilyen bagoly motivum, és a bagolyok csoportja, vagy a bírósága. Ugye az elméletek arra. Robert Pattinsonnak az egyik kedvenc története a bagolyok bírósága. I was definitely kind of thinking that Court of Owls is probably going to be in the sequel. Ez egy 2011-es történet, amikor újrakezdte a DC az univerzumát a New 52 égisze alatt, akkor ez volt az első komolyabb Batman sztori, hogy van egy ősi, titkos társaság Gothamben, ami a háttérből mozgatja a szálakat, és ugye a ilyen bagoly gimmickkel rendelkező asszaszinokat, akik halhatatlanok, küld rá a Batmanre és a Bat családra, és reméljük, hogy egy folytatásban, esetleges folytatásban ők is megjelenhetnek, és még akár ki is derülhet az, hogy mondjuk a Bane család, meg az Arkham család, azok így a bagolyok bíróságának is úgy a tagjai voltak, és akkor így wow, calm down, Jamal! Mi volt a végén, ugye az After Credit-ben az a weboldal? Megnéztétek? Mit kell? Kivártam. Az a weboldal ugye az a Riddlernek az, amit igen, de hogy mi történik, ha föl? Hát ott elméletileg ott ugyanúgy ilyen feladványokat kell azt kitöltened, és akkor utána kaphatsz valami easter egget, vagy valami ilyesmi. Vagy valaki fejtse ezt meg. Én csak rámentem, de ott mondtam, hogy én ehhez hülye vagyok, most kikszáltam. Nem mentem rá. Jó, hogy nem te vagy a Batman, baszki, mert nem mentél volna. Állj, nekem ez Batman is beszopta a fasz, mint a rohadás. Azt hittem, hogy milyen okos, aztán utána Paul Dano, mert teljesen ki volt, hogy azt hittem, hogy okosan vagy. Meg hogy barátok vagyunk. Meg hogy barátok, igen. Amúgy nagyon jól, ő az ész, és ő az izom. És kihasználta, tudod, és közben meg annyira elborult fasz, mint egy Joker, ugye, de hogy mégis valahogy szebben elborult fasz. Szebben elborult. Valahogy tudod, azt mondom, hogy oké, korrupt embereket gyilkolászott le, oké, rohadt beteg módon, mert utána elárasztja a gátámát, az mondjuk para, de hogy így... Igen, de hogy valahogy tudod, hogy valahogy mégsem olyan embereket gyilkolászott le, akik mondjuk ilyen civil járók elő. Igen. Mert tudod, a Joker az meg káosz. A Joker az mindenkit kinyírt. Amúgy Paul Dano-nak az alakítása, az nagyon számomra hasonlított a Vérzőolajban lévő alakítására. Ott is úgy borul. Ja, ti láttátok más filmekben? Hogyne, hát ott volt a Prisoners. A lényeg az, hogy mindig ilyen fura srác. Nekem, hogy ezeket föl. Na nagyon jó színész. De csak parát tud alakítani. Szóval így nem tudom elképzelni, hogy ő mondjuk a szomszéd kedves fiú, tudod. Gyorsan még egy viccet, hogy volt egy ilyen mém még annól, amikor Paul Dano elkezdett híres lenni, hogy valaki kirakta a Paul Dano fejét, és oda volt írva, hogy rájöttem, hogy a barátnőm nagyon hasonlít Paul Dano-ra, és azóta nem tudok ránézni, úgyhogy szakítottam be. És kívül Paul Dano fejem, na mindegy, ez teljesen zárója fejjel lefele. Képzeljétek el, hogy milyen lett volna az, ha mondjuk a Pingvin vagy a Riddle, az a Jonah Hill. A Pingvinnek akarták a Jonah Hill-et. De ő azt mondta, igen, de utána ugye mondták, hogy nem fogja azt megkapni végül, mert hogy a Farrell kapja, és akkor mondja, hogy jó, igazából a Riddle-t is akkor elvállalja szívesen. Aha, nem. No, God! No, God, please, no! 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 De amúgy pingvinként én megnéztem volna. Pingvin jól lett volna szerintem is, igen. Mondjuk egy végítéletet, úgy gondolom, hogy ne legyen bunkó, és ne én kezdjem valaki. Én most nagyon-nagyon durván földhöz ragadt, amint mondtam, a térde van a betonban, tényleg nagyon jók a zenék, nagyon fülbemászó, Nirvana stílus nagyon játszik, Robert Pattinson nagyon király, nagyon szeretem, nagyon jó, de Zoe Kravitzet beledobnám a Dunába, nem szeretném többet látni, idegesít. szeretném Ana de Armas-t látni ebben a szerepben. Én azt mondanám, hogy tudom, hogy nem szabad összehasonlítani, de sajnos én már az a boomer fajta vagyok, akinek a Christian Bale a Batman, és Nolan a rendezője, de mindezek mellett tényleg rohadtul tudom értékelni, nagyon tetszett, meg fogom még valószínűleg nézni, de egy 10/8-est tudok erre adni, hogyha egy 10-eskát nézzünk, egy 7-est, akkor 7/, mondjuk, tegyük föl, 6. 7/6. Nem a legjobb Batman film az eddigi Batman filmek közül, viszont tetszik az, ahogy tényleg összeadogatja ezeket a különböző eddigi Batman interpretációkat, és megpróbálja belőle a legjobbat kihozni, ami szerintem egy baromi nagy feladat, és azt nagyon ügyesen csinálgatja. A hosszúságával volt leginkább problémám, meg a lassú menetével, ami érzem, hogy egy ilyen tényleg fontos eleme annak, hogy érezzük ezt a letargiát, nyomorúságot és szomorúságot, de kicsit emiatt a túlstilizált világ miatt, amit én nem érzek annyira földhöz ragadtnak, hanem inkább képregényesebbnek, fura kontrasztban van a kettő számomra. Úgyhogy emiatt nekem egy elég mix érzésem van a filmmel kapcsolatban, de természetesen inkább a jobb irányba, úgyhogy a 7-es skálán én egy 5-öst adnék neki, és azért merem ajánlani, mert tényleg egy jó Batman film. Amíg a Christopher Nolan meg a Zack Snyder az inkább régebbi képregényekből táplálkozott, addig a Matt Reeves az inkább úgy érzem, hogy a 2000-es évek Batmanjéből, a 2010-es évek képregényes Batmanjéből próbált meg építkezni, amit szerintem nagyon jól hozott, ott nagyon sok Batman sztorit elolvastam a 2000-es évekből, nagyon-nagyon szerettem őket, úgyhogy én ezt így visszakaptam a vásznon, úgyhogy teljesen elégedetten jöttem ki a moziteremből, amiket a srácok mondtak, azokkal úgy valamilyen szinten egyetértek, de teljesen elvakult rajongóként néztem most ezt a filmet, és majd másodjára lehet, hogy a negatívabb dolgokat is könnyebben észre fogom venni. 7/6-os nálam ez a Batman film, mert biztos vagyok benne, hogyha másodjára, harmadjára megnézem, akkor észre fogok venni dolgokat, vagy úgy jár, mint a Dark Knight Rises, hogy minden egyes megnézésen csak egyen jobb lesz. Ez majd ki fog derülni. Ha neked 6-os, akkor én visszamondom, mert akkor te nagyobb elánnal beszélgettél róla, akkor én azt mondom, hogy 5/8. Oké. Okay. Meg van teljesen értve ez is. Szóval, köszönjük szépen, hogy megnéztétek a Batman kibeszélőnket. Készüljetek fel, hogy tényleg egy 2 óra 55 perces filmről beszélünk. Hogyha tetszett, dobjatok egy jó kövér lájkot, és ha még nem vagytok feliratkozva, akkor létszik, iratkozzatok fel, nyomjátok be a harangot, hogy minden értesítést megkapjatok, és következő videóig mi vagyunk a bosszú? Nem mi vagyunk a bosszú? Elfelejtettem, várjál, mert az I Am Vengeance, az meg a Batman The Animated Seriesből járt való. Most a mesében van egy monológia a Batmannek, és azt azzal kezdő, hogy I Am Vengeance. I am vengeance. I am the night. I am Batman. Ezt már a 92-es meséből vették át. Köszi szépen, ez volt a lezáró easter egg. Megbánta a végén, hogy ezt mondta, hogy ő a bosszú. Ja, hát a film végére a karakter. Igen, és most már neki reményt kell sugároznia, mert hát, mert most már a szimbólum lesz, igen. Az a szimbólum, amikor a párosnak szüksége van. Akkor mi vagyunk a remény. Igen. Integetünk, és közben kérdezem, hogy ez mikor játszódik? Hol picsába játszódik? Hát időben? 2000 napjaink. Szerintem napjaink. Mert még annó az infók, mielőtt még a filmet nem láttam, azt mondták, hogy ilyen 80-as évek körül, 90-es inkább.